Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják! A három királyfi, három királylány mozgalom 10 évvel ezelőtt jött létre azzal a legfontosabb céllal, hogy minél több gyerek szülessen. Azt szeretnék elérni, hogy a gyermekvállalás ne terhet és gondot jelentsen, hanem áldás és boldogság legyen. Hogyan tudják ebben segíteni a fiatalokat? Erről kérdezem Újvári Enikőt, a három királyfi, három királylány alapítvány alelnökét. Köszöntünk a műsorban! Jó reggelt, köszöntöm én is a nézőket! A mozgalom, illetve az alapítvány 10 éves lett. Mi a ti történetetek, múltatok? Kopp Mária professzorasszony alapította a mozgalmunkat ugye 2009-ben, valóban éppen 10 éve, és hát a nevünk is már egy ilyen mesevilágot tükröz, ugye a három királyfi, három királylány alapítvány vagy mozgalom. Ez arra utal, hogy a mesékben, a magyar népmesékben legalábbis általában a legkisebb, és többnyire a harmadik király kisasszony vagy kis királyfi az, aki megmenti a családot, az országot. És ugye mivel a professzorasszony demográfiával is foglalkozott, ezért ő nagyon jól tudta azt, hogy nagyon fontosak ezek a megszületendő gyermekek, akár a harmadik, de igazából a nevünk olyan szempontból egy picit csal, hogy mi nem csak a harmadik vagy a három gyerekeket szeretnénk, hanem az az alapvető célunk, hogy minden olyan gyermek, akit a fiatalok szeretnének, megszülessen. Mert a mai napig az a helyzet, hogy sokkal több gyermeket szeretnének a fiatalok, mint ahány aztán valóban megszületik. A statisztikák is mutatják ezt, és a tapasztalat is ezt mondatja velünk, és abban szeretnénk segíteni a fiataloknak, hogy meg tudják valósítani az álmaikat, ugye nem csak a karrier, hanem a magánélet területén is. Általában mik ezek az okok, amik miatt nem születnek meg a harmadik, vagy egyáltalán a gyerekek? Hát vagy az első, vagy a második, akárhanyadik, igen. Szintén Kopp Máriára kell, hogy utaljak. Ők még a munkatársaival annak idején felmérte, hogy mi az a 10 fő ok Magyarországon, és ez szerintem a mai napig tartja magát, ami gátolja azt, hogy ezek az álmok megvalósuljanak. Többféle területről vannak benne tényezők. Ide tartozik például a közösségeknek, a segítő közösségeknek a hiánya. Ezt egyébként egyre erősebben érezzük. 2017-ben volt például fiatalok egyetemisták körében egy nagy mintás kutatásunk, és ott nagyon előkelő helyen jelölték meg a fiatalok ezt az elmagányosodás érzését, azt, hogy nincsenek igazán közösségeik, nehéz egymásra találniuk. Ide kapcsolódik egyébként a pártalálásnak a nehézsége, illetve később a pár megtartása, tehát a párkapcsolat minőségének a kérdése. De például a szülésélmény is nagyon meghatározó lehet. És ami az én szívemhez igazán közel áll, mert én ugye HR szakemberként a munkamagánélet területével foglalkozom, például ugye a munkamagánélet probléma, ennek az összeegyeztetése, illetve a harmónia hiánya az, ami szintén az okok közé sorolható. Negatív diszkrimináció esetleg a kisgyermekesekkel szemben, ez szerintem sokat javult a helyzet, de azért még mindig elmondható, hogy van ilyen. Illetve akár a média szerepét is kiemelhetjük, ez is rendkívül fontos, hogy mit üzennek nekünk a műsorok, a média szereplők, a közszereplők. Milyen programokkal, előadásokkal segítitek a fiatalokat, vagy tárjátok fel ezeket az okokat és a megoldásokat? Igen, tehát mi mindig visszanyúlunk egyébként ezekhez a gyökerekhez, és ezeknek a mentén próbáljuk az akcióinkat, a programjainkat kitalálni, illetve újra meg újra kutatjuk mi magunk is, meg figyelünk mások kutatásaira. Például kiemelném a család és karrier előadás sorozatunkat, ami sok éve megy már egyetemeken, különböző helyszíneken, illetve a Családbarát Egyetem akción keretében több vidéki egyetemen is például mennek most már párkapcsolati szabad egyetem előadások, ezek bizonyos helyeken akár kredites előadások egyébként is nagyon szeretik a fiatalok. Ez tehát, ami így kimondottan, dedikáltan a fiataloknak szól, de például vannak pár kereső programjaink, ezek is elég speciálisak. Olyan programokat szervezünk egyrészt, amik az önismeretet segítik, ez egy kicsit indirekt módon, de ez is nagyban segíti egyébként a sikeres pártalálást, illetve szervezünk olyan jópofa programokat, ahol a közös érdeklődés mentén találkozhatnak a fiatalok, akár egy filmklub, akár egy kirándulás, akár egy borkóstolás, vagy egy interaktív színházi előadás lehet ilyen lehetőség. Mi a soron következő program? Mert mintha láttam volna, hogy szeptemberben lesz valamilyen előadásotok.
Igen, hát ez, ahogy az iskola időszak van, ahhoz igazodva szoktuk ezeket szervezni, úgyhogy ez a család és karrier, ez a, itt Budapesten a SOTE az egyik otthona, ott most újraindul ősszel, úgyhogy javaslom, hogy akit érdekel ez a téma, az nézze meg a honlapunkon, a háromkirályfi.hu honlapon a család és karrier sorozatunkat, és akkor erre lehet jegyeket, bérleteket venni, nagyon megéri, már csak a társaság kedvéért is, és az már csak a plusz, hogy nagyon jó a téma mindig, ami fölmerül. Nemrég új mentorvállalatokat is avattatok, a 10 éves évfordulón túl ez is egy nagy esemény volt. Ennek mi az apropója? Hogyan lesz valakiből mentorvállalat? A Három Királyfi, Három Királylány mozgalomnak van egy albrendje, a Balansz program. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert ahogy már az elején említettem, ugye több olyan területünk van, ami a munkavilágához köti a Három Királyfi mozgalmat, és azt éreztük, hogy az üzleti világ megszólításához jó, ha van egy számukra érthetőbb brandünk, ez a Balansz, és ez a Balansz program kezeli azokat a programokat, például az év családbarát vállalata pályázatunkat, amivel a vállalatvezetőket, illetve a munkavilágát próbáljuk megszólítani. Ez a pályázatunk nagyon sikeres, most már sok éve fut. Azt vettük észre, hogy ahogy teltek az évek is, egyre többen jelentkeztek hozzánk, hogy voltak olyan vállalatok, akik annyira jók voltak, hogy gyakorlatilag minden évben megkaphatták volna a fődíjat, de ez nyilván így a rendszer halálát okozná hosszú távon, úgyhogy törtük a fejünket, és rájöttünk, hogy mivel ők egyébként is nagyon aktívak, szívesen segítenek nekünk, tippeket adnak, hogy hogyan szólítsunk meg más vállalatokat, a jó gyakorlataikat szívesen megosztják érdeklődő cégekkel. Ezért kitaláltuk, hogy legyenek mentorvállalataink, ők tehát olyan vállalatok, akik már nyertek díjat nálunk, és ezen felül nagyon aktívak ebben a közösségépítésben. Most már van egy több száz aktív vállalatot tömörítő, tényleg nagyon aktív és nagyon jó hangulatú közösségünk, vállalatvezetőkből, HR szakemberekből, és ők rendszeresen találkoznak, szervezünk nekik ilyen workshop féléket, meg találkozási lehetőségeket, ahol mindig egy-egy témát megbeszélünk, hogyan lehet bevezetni családbarát irodát, hogyan lehet nyári tábort szervezni céges keretek között, mi kell egy munkahelyi bölcsödéhez például, hogyan lehet jól bevezetni egy távmunkát, úgyhogy ne sérüljenek a kollégák és a munkarend sem, és sikeresenek maradjanak a projektek, vagy például hogyan lehet termelésben atipikus munkavégzési formákat bevezetni, tehát csupa izgalmas téma merül föl, és tényleg a mentorvállalataink, illetve egyre több vállalat nyitott arra, hogy ezeket az apró tudásokat, hogy mik a buktatók, mire kell figyelni, ezeket a többieknek elmeséljék. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen gyakorlatok azok, amiket a vállalatok bevezetnek a saját munkafolyamataikba, amivel tudják segíteni a kismamákat, vagy a várandós mamákat. Már hoztál egy-két példát, de hogy bővebben, például a rugalmas munkaidő, vagy mik ezek? Hát a rugalmas munkaidő mindenképpen az egyik nagyon fontos tényező, és biztatunk is minden céget, hogy a saját adottságainak megfelelően, nyilván ugye itt más a termelés, más egy IT, vagy nagyon sokféle dolgon múlhat az, hogy mennyit enged a szervezet, de hogy a saját kereteiken belül ezzel jó, ha foglalkoznak, mert szintén a kutatásokból tudjuk, hogy a fiatal generációnak, tehát az új belépők a munkaerőpiacra, ők nagyon számítanak ezekre az atipikus lehetőségekre, illetve ami érdekesebben, hogy ezeknek az atipikus foglalkoztatási formáknak a hátterében mindig van egy olyan új típusú vezetői attitűd, kell, hogy legyen, máskülönben nem működtethető, ami a bizalomra, a felhatalmazásra épül. Na ez a másik, amit a fiatalok keresnek. Tehát nagyon fontos az, hogy minél több vállalatvezető például erre felkészüljön, fedezze ezt, megtanulja és megtanítsa a középvezetői szintnek is akár, hogy hogyan kell ilyen felhatalmazói módon sikeres projekteket vezetni. Ez például egy nagyon fontos dolog. De éppen most van egy kutatásunk reintegráció témában, ez ugye azt jelenti, hogy hogyan lehet sikeresen visszatérni a munkaerőpiacra. Na ez egy másik, amit a fiatalok a kutatásokban szoktak mondani, hogy nagyon lényeges nekik, olyan szempontból is a rugalmasság, hogy könnyen kibejárható legyen a munkaerőpiac, tehát akár pályakezdőként, akár kismama vagy kispapaként, vagy akár ha szüleim miatt estem ki egy fél évre a munkából, akkor is könnyen vissza tudjak térni, legyen
legyen-e arra válasz a programja a cégnek, hogy hogyan fog engem segíteni, és én hogyan tudom őt egyébként, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mi nagyon adunk arra, hogy a munkavállalókat is próbáljuk edukálni abban, hogy nekik is van ebben feladatuk. Felelősségük, nem elég, hogy a cég programokat szervezzen, vagy jól gondolkozzon, nekik is bele kell tenni ebbe a maga részét. Tehát ez a reintegráció, a kismama programok egy másik nagy terület. És akkor azok az ilyen színes és egyébként nagyon látványos dolgok is nagyon mélyre hatnak egyébként egy-egy szervezeti kultúrában. Amire az egyik jó példa az idei egyik kezdeményezésünk, amit pont az egyik mentorvállalatunk talált ki, és nekik köszönhetjük, ez a Muti Hol dolgozol kezdeményezés volt, aminek az volt a lényege, hogy a tavaszi szünet egy dedikált napján minél több cégnél lehessen bevinni a gyerekeket. És akkor minden cég, itt is ahány cég annyiféleképpen oldotta meg, erre az egy napra úgy szervezte a munkát, hogy mellett a gyerekeknek is voltak programok, bemutatták, hogy tényleg hol dolgozik anya, apa, mit csinál, mit jelent az, hogy apa beszerz, vagy anya az IT-n dolgozik, vagy a pénzügyön. És ezek amellett, hogy nagyon jó pofa, jól fotózható napok, nagyon mély rétegekben tényleg segítik a vállalati kultúrát. Gondolhatunk itt, akár ha így időben próbálunk eltávolodni, akkor arra, hogy a leendő munkavállalókkal találkoznak ott, hiszen a kisgyerekekben nagyon mélyen beépülnek ezek a gyerekkori munkahelyi emlékek vagy élmények. De az a tapasztalatunk, hogy egy-egy ilyen alkalommal az egész nagy vállalati közösség egy ilyen nagy családdá válik, és azok is megszólítva, megérintve érzik magukat, akiknek még nincs gyerekük, vagy nem is nagyon terveznek, vagy már túl vannak ezen a korszakon. Egész más utána a közösségnek a hangulata. Miért jó ez a cégeknek? Pont tegnap az egyik vállalatvezetőnk, aki díjat kapott a 10. születésnapi bulinkon, mondta, hogy ő azzal szokta kezdeni vállalatvezetőként, hogy ez nagyon fontos anyagi érdek. Tehát a családbarátsághoz igenis anyagi érdeke fűződik a cégnek, hiszen ezekben a rugalmas, bizalommal telített szervezeti kultúrákban sokkal kevesebb a stressz, sokkal kevesebb a táppénz. És azt én munkavállalói oldalról is meg tudom erősíteni, mert kapunk ilyen telefonokat, hogy sokkal kevésbé mernek és akarnak váltani egy-egy ilyen cégtől, mert az a rizikó, amit vállalnak egy cégváltással az emberek, az nem mindig éri meg azért a pár ezer forintért, amit esetleg többet keresnének az új helyen. Ellenben, ha itt marad, ahol tudja, hogy számíthat a csapatra, az egy olyan érték, ami szinte megfizethetetlen. Beszéljünk egy kicsit ezekről, amiket hoztál. A babák azok hova fognak kelleni? Vagy bábok, bocsánat. Hát ezeket a bábokat nagyon szeretjük, ezek kézműves bábok, és nekünk készítették. Akár vállalatoknál is egyébként a családbarát irodákban előfordulnak ezek a bábok. Bizonyos rendezvényeiken egyébként árulni is szoktuk, illetve ajándékba adjuk. Hát ugye a királyfik és a királylányok jelképeznek minket, és mindazt, amit hirdetünk, a gyermekek és a család fontosságát. Nagyon büszkék vagyunk az elmúlt 10 évünkben az apa füzeteinkre, illetve a nagyszülő füzetekre, ami szerintem mind a kettő egyébként abszolút hiánypótló kiadvány volt, és talán a mai napig az. Ebben ennek a terjesztésében egyébként nagyon nagy segítségünkre van a védőnői hálózat, rajtuk keresztül jut el ez minden évben körülbelül 90 ezer családhoz. Tehát amikor megkérdezik, hogy mérjük például a sikerességünket, akkor ez az egyik, hogy azt biztosan tudjuk, hogy minden évben eljutunk gyakorlatilag minden újszülöttel kisbabás családhoz, az apa füzeteken és a nagyszülő füzeteken keresztül. És az évcsaládbarát vállalat a díjról már tettem említést, ez a kiadványunk pedig azokról a vállalatokról szól, akik már nyertek nálunk, címet kaptak, fődíjasak voltak, illetve a mentorvállalatainkat mutatjuk be ebben a kis füzetben. A családbarát díjról akkor egy kicsit bővebben, hogy oda kik jelentkezhetnek, és hogy nyerhetik meg a díjat? Ez most pont egy aktuális dolog, mert éppen most zárult le az idei pályázati időszak, most jön a zsűrizés, úgyhogy már a zsűri nagyon készül, kezdjük a pontozást. November 13-án lesz idén a díjátadó gálánk a BMC-ben, oda körülbelül 200 vállalatvezető szokott minden évben eljönni, most már várólistánk is van tavaly előtt óta, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon népszerű ez a rendezvényünk.
Igazából a versenyszférára koncentrálunk ezzel a pályázattal. Kis-közepes és nagyvállalati kategóriában adjuk át a fődíjakat, illetve ugye mivel fődíjat minden kategóriában csak egy vállalat kaphat, viszont hozzánk nagyon színvonalas pályázatok szoktak beérkezni, ezért minden évben adunk családbarát vállalat címet azoknak, akik a sok nagyon jó pályázat közül, még azon belül is egy bizonyos szintet megütnek, tehát ezt minden évben a zsűri határozza meg azt a határt, ami fölött ezt a címet át tudjuk adni, ez általában több cég. Úgyhogy ez a rendszere. Most, hogy 10 évesek vagytok, mik a jövőbeli tervek, célok, amiket szeretne az alapítvány elérni, vagy akár a Balance program? Hát a Balance programon belül nagyon fontos, hogy még tovább missziózzunk ezzel, tehát hogy tényleg a vidéki kisebb-nagyobb városokba is eljussunk, és a KKV-szektor, a nagyvállalatok mindenhol felfigyeljenek erre a kis mozgalomra, a családbarát vállalat mozgalomra, illetve a közösségünkre. Fontosnak tartjuk az országosságot az egész mozgalomra vetítve is. Most 20 helyen vagyunk jelen Magyarország szerte, de nyilván szeretnénk minél több kis és nagyváros jelen lenni. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy akár már meglévő közösségeket támogatunk programokkal, know-how-val, illetve ahogy éppen ők szeretnék, hogy támogassuk őket. Ebben az építkezésben mindenképpen szeretnénk tovább haladni. Illetve a jó gyakorlatok megosztása nekünk nem csak a vállalatoknál fontos, hanem most már 2 éve van egy közös pályázatunk a Magyar Kórház Szövetséggel. Tehát családbarát kórházakat és kórházi osztályokat is keresünk. Ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a szektorok közötti átjárást. A családbarát vállalat mentorszervezeteknek 2 cégvezetője benne ül például a kórházi zsűriben, és az a tapasztalatunk, hogy oda-vissza nagyon sokat tanulnak egymástól. Tehát akár a kórházvezetők, a vállalatvezetőktől, de fordítva ugyanígy. Tehát ezeket az együttműködéseket, egymásra találásokat szeretnénk megtalálni minél több területen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is! Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez a Minőségi Idő volt, műsorunkat visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján. Viszontlátásra!